A minőségbiztonsága az őssejt megőrzésben. Sejtbank, Európa vezető őssejtbankjának tagja a jövő generációjáért. A Békéscsabai Dr. Réthy Pál Kórház másfél éve költözött át az új épületbe, ahol modern felszereltségű kortermek, otthonosabb körülmények és lelkes személyzet várja a megyéből ideérkező kismamákat. Andrea és Gábor már másodszor döntött emellett az intézmény mellett. Teljesen meg voltam elégedve, akkor is, és most is. Megpróbáltunk itt egy családcentrikus szülészetet kialakítani, megpróbáltuk otthonossá tenni ezt az osztályt. Krisztina ugyan felfokozott várakozással, de mégis nyugalommal várja a holnapi napot. Mivel súlyos személyzeti problémája van, ezért ő már a várandósága elejétől tudja, hogy második gyermekét is császármetszéssel szülheti meg. Mi olyan elveket követünk, és általában ez is az egészséges Európában, hogy amennyiben ennek komoly indoka van, akkor csinálunk csak császármetszést. De a Krisztinához hasonló helyzetben lévő kismamák megnyugtatására szolgáljon a következő információ. Ez egy keresztirányú metszésből történik. Ez a bőrön történik csak keresztirányban, ami belül nem látszik az izom rétegben, az már egy hosszanti metszés, tehát semmit nem károsítunk meg. Maga a műtét végzése egy picit nehezebb így, mint hogyha hosszában lenne ez a metszés, de a kozmetikai és egyébként a gyógyulási indokok ezt mindenképp alátámasztják. A legtöbb esetben a császármetszéshez a leendő anyuka választhat altatási módot. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy annyira gyorsan kell csinálni egy ilyen műtétet, hogy csak az altatás jön szóba. Tehát amennyiben a kismama úgy gondolja, gerinctáji érzéstelenítéssel az egész műtétet éberen végigkövetheti, és ezért már az első pillanatokat is újszülöttjével töltheti. Megkapja a gyermeket azonnal, ahogy előemeltük, és a szülés élményét, ha úgy tetszik, végigélvezi ő is. Nekem kifejezetten megnyugtató, hogy tudom, hogy mi fog történni. De most folytassuk a természetes szülés helyszíneinek ismertetésével. Van egy ágyas szülőszobánk is, illetve van egy alternatív vajudónk, ahol a vajudás ideje alatt, ami adott esetben 6-8-10 óra is, intim körülmények között együtt tud lenni a férj és a felesége. Az is sokat segített, hogy a vajudószobában lehetett használni, lehetett zuhanyozni, van ott ágy, bordás volt. Úgy látszik, a Békés megyei kismamák vállalkozó szelleműek. A szülésznők szerint ugyanis legnagyobb népszerűségnek a kád örvend, de azért a nagy kék labdát is sokan kipróbálják. Amikor a vajudás olyan szakaszába értünk, hogy most már a szülés rövid időn belül lezajlik, akkor ide az egyágyas szülőszobára kísérjük a kismamát. A szülés vége felé itt már az apukák is feladathoz juthatnak. A köldögzsinór elvágása életre szóló élményt nyújt, a kispapák pedig örömmel veszik ki részüket a szülésből. Ez a kisbabának nem okoz fájdalmat, és ez fontos, mert sokan azt hiszik, hogy ez neki nagyon fáj. A nagy fáradalmak után kezdődhet a boldog ismerkedés. Rendelkezünk 2 darab úgynevezett VIP korteremmel is, ami tényleg abszolút hotelfunkciójú. Tehát elterjedt az, hogy itt nagyon jó körülmények között, abszolút európai körülmények között lehet szülni. Az ismerkedés pedig tanulásból is áll. Az anyukák kezdik elsajátítani a baba igényeit, jelzéseit. Segítenek esetleg, ha pelenkázni nem tud valaki, hát jó, mint nekem már volt tapasztalatom, de akinek nincs, annak segítenek szívesen. A Dr. Réthy Pál Kórház saját sikerének is érzi, hogy az országosan évről évre folyamatosan csökkenő születésszám ellenére a kicsit is, de náluk ez a szám emelkedni látszik. Bíznak benne, hogy jövőre még több kismama veszi használatba a frissen felújított szülészeti osztályukat. A minőségbiztonsága az őssejt megőrzésben. Sejtbank, Európa vezető őssejtbankjának tagja a jövő generációjáért.